apja elküldte őt, hogy keresse munkát magának. Útra is kellett a legénykel. The Lamb, the Golden Fleece. Once upon a time, there was a poor man and his son. When the boy grew up, his father sent him away to work and earn some money. Off he went, looking for a place where he could work. Hogy ment, menvegért, egyeken bőrnek, még talált egy gazdag embert, akinek annyi juha volt, mint égen a csillag, és éppen pásztor keresett a nyája felé. He walked and walked until he finally found a man who would hire him to be a shepherd for his flock. A juhos gazdagon voltak próbára teszi a legényt, hogy vajon jó pásztor. Adott hát neki egy szépen szóló fújját, és a legény azzal kihajtta a nyájára lépve. The next day, his master came in with food and sent him out for a walk to see if he was any good at the shepherd. We didn't know him. Okay, we could do that. I really want it. Ez a legény igen dolgosan végezte a pásztorkodást. Sosem aludt, mint a többi pásztor a környéken. Amikor kicsit elálmosodott, mindig elévette szépen szóló fújáját, küldte a fújogatta. Unlike the other places the shepherds in the neighborhood, our Lord would never idle. He was always busy herding the sheep and playing his flute. A nyárban volt egy aranyfőri várány, az bizony el nem maradt a legénytől, s amint megszólalt a fújja, rögtön táncra kellett. Fölkelt az ágyból, és szépen a várányhoz osont.
The girl immediately fell in love with the lamb, the golden fleece, and she decided to steal the animal. It was nearly midnight when she set about doing what she planned to do. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette a bárány szőrére, ragadt egyszerűbe. But as soon as she touched the lamb's fleece, her hands got stuck to it. Ekközben hajnalodott, és a legény is fölébre. Látja, hogy a leány a bárány hátához ragadva. In the morning, the boy woke up and was about to leave when he saw the girl stuck to the lamb. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. És mivel a leány nem tudta a bárányból leválasztani, eldöntötte, hogy ő viszont tovább megy a báránya, és majd jöjjön vele a leány is. Megfújta hát a kujjáját, és elég volt. Touch the priest, the heels of
bizony a király lánya nagyon beteg, és nincs orvosága, ami meg tudná gyógyítani. The old woman sadly told him that the daughter of the king was seriously ill and that no medication was strong enough to cure her. The orvosok azt mondták, hogy csak a nevetés tudná őt meggyógyítani. The doctors all said that if someone could make her laugh just once, she would automatically feel better. A király ezért kihirdette országában, hogy annak az a lelkes királyságát, aki meg tudja a lelkes nevetetni. Of course, many people tried their luck, princes and counts from strange lands and strange places. It's all in vain. No matter how hard they tried, the princess never even smiled. They all ended up giving up and going home. No, mondtál, legyen szerencsét, próbálok magam is, hát ha én meg tudom nevetni. The shepherd boy announces that he intends to try to get the princess back. Mindenki táncolt, a király lánya pedig egyszerűen megfordult. Így hát a király örömében rögtön